magam, mert gyerekként megvolt arra a lehetőségem, hogy a szüleim repülővel utaztunk, és hát nyilván, mint minden kislány látja a légiutas kísérőket, és persze mindenki álmodozik arról, hogy majd egy naphoz közéjük tartozhat, és ez szerencsére nekem is megadatott. Maga a repülőtér atmoszférája is már engem mindig magával ragadott. Én nem tudom ezt így megfogalmazni, akinek ez a szenvedélye a repülés, meg ez a világ, az azt tudja, az érzi. És engem a kommunikáció és médiatudomány, ami nagyon-nagyon érdekelt, ugye ezen belül reklámmarketingre szakosodtam, akkor még nem tudtam, nyilván szerintem nagyon sokan, akik még főiskolán tanulnak, nem tudják, hogy mit szeretnének majd ezután csinálni, és nekem ez az egész úgymond a szerencsének köszönhető, hiszen már egy barátnőm akkor lassan már 7 éve itt dolgozott, és ő mondta nekem, hogy lesz egy felvételi nyílt nap. És akkor még ugyan évente egyszer-kétszer voltak felvételi lehetőségek, tehát nagyon ritkaságban volt, és ő mondta, hogy próbáljam meg, küldjem el az önéletrajzomat. Én picit hezitáltam, mert nyilván az ember izgul, hogy most jó irányba halad vagy sem. Elmentem, megpróbáltam, és hát szerencsére a 4 rostás felvételin egyből átjutottam. És akkor ott már biztosan éreztem azt, hogy ez az én utam. Még a főiskolás évek alatt végeztem asszisztensi munkákat, és akkor azért inkább azt éreztem 7 évvel ezelőtt, hogy nekem nem ez az irányom. Tehát, hogy nem ez a 8-tól 5-ig, benn vagyok, és monotonan ugyanazokat a dolgokat csinálom. Ugye ez az, amit nagyon szeretek ebben a munkában, hogy mindig más, mindig pörgős, mindig bárhova utazom, minden hónapon más, új emberekkel találkozom, más kollégákkal dolgozom szinte nap, mint nap. Tehát ez a pezsgő életet, ez az, ami ugye nagyon-nagyon megragadó. Szerintem minden ilyen specifikus szakmában, amikor képzik az embereket, nyilván az első része nehéz, mert nagyon nagy mennyiségű tudást és tananyagot adnak át ugye az embernek. Na, a mi esetünkben ez egy 5-6 hetes intenzív tréning, amely során a már kézikönyvünket, ami durván egy ilyen 600 oldal, azt úgy átvesszük, és pontról pontra áttanulmányozunk, tehát méretetlen nagy mennyiségű tudást kapunk akkor, mind gyakorlati feladatokban hasznosítjuk ezeket, megtanuljuk azt, hogy hogyan kell kommunikálni a kollégákkal, a bármilyen olyan váratlan helyzetekre, szituációkra felkészítenek a tréning során, ami ugye majd a levegőben számíthatunk, hiszen ott amellett, hogy egyből reagálnunk kell arra a szituációra, hogy azt megtanultuk, ugye amellett higgadtnak, nyugodtnak és kedvesnek is kell maradni. A tréning során nem tudatosul bennünk az, hogy majd a gépen milyen nagy felelősség lesz rajtunk, mert több száz ember biztonságáért, ahhoz, hogy komfortosan teljen az utazásuk, azért mi fogunk felállni. Minden járatunk előtt mind a vezető légiutas kísérő, mind a kapitány egy úgynevezett eligazítást tart. A vezető légiutas kísérő kimondottan a személyzetnek, a kapitány pedig ugye a vezető légiutas kísérőt is beleértve mindenkinek. Mindkettő ugye egy picit különböző. A vezető légiutas kísérő az leginkább a járat, hogy ki milyen feladatkörben lesz aznap, ki milyen pozícióban, pozícióként ugye változhat a feladatkör. A kapitány által pedig megkapjuk azokat az információkat, hogy egy járaton hány utas szerepel, milyen útvonalon fogunk haladni, ha esetleg ugye kérdezik az utasok, hogy most épp ekkor és hol haladunk el, milyen időjárási körülmények lesznek az adott reptéren, fogunk-e tankolni, kell-e mentőmellényt mutatni, illetve hogyha bármi olyan dolgot észlelünk, akkor egyből ugye bizalommal forduljunk hozzá. Amikor megérkezünk a repülőgépre, ugye mindenkinek a pozíciójához megfelelően leellenőrzi a saját szekcióját, az ott található biztonsági eszközöket, megnézzük, hogy a catering rendben van-e, nem maradt-e esetleg az ülészsebekben, ülések alatt, kalaptartokban, bármi az előző járatról, és ha minden készen áll, és mindenki megcsinálta a saját feladatkörét, akkor ugye jelentünk, hogy készen állunk az első utas fogadására. Sok olyan utas
biztos van, aki valamilyen szinten fél a repüléstől. Ilyenkor személy szerint én oda megyek az utashoz, és elmondom neki, hogy ez az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód. Régóta repülünk, tapasztaltak vagyunk, szakképzett, tapasztalt pilótáink vezetik a repülőgépet, és próbálok egy picit baráti csevelybe, tehát bármi olyan irányba elvinni a beszélgetést, ami nem feltétlenül a repülésre specifikálódik, mert akkor úgy egy kötetlenebb beszélgetés során hamarabb megnyugszik az utas. A repülőgép flottánk átlag életkora 5 év. Ennek köszönhetően nagyon modern légcserélő rendszer található mindegyik gépünkben, aminek az a lényege, hogy HEPA szűrők vannak elhelyezve. Ennek következtében ugye folyamatosan megszűri a repülőgépnek a levegőjét, tehát nem igaz az, hogy a repülőgépen nem friss a levegő. Ez föntről kezdi a keringetést, és az ülések alatt szívja el. 2-3 percenként lecseréli a kabinban található levegőt. Ami azért is fontos, mert mondjuk az intenzív osztályokon ez átlag 10 perc szokott lenni. És ennek köszönhetően, hogy 2-3 percenként megkeringeti, úgymond a levegőt, így azok a, esetlegesen, ha valaki tüsszent, ezek a szemcsék, vagy ezek a részecskék nem maradnak benne a levegőbe, hanem ugye egyből elszívja, és utána a friss levegőt keringeti. Annak köszönhetően, hogy a kabin teljes levegője 2-3 percenként lecserélődik, így nem szükséges a másfél méterenkénti távolságtartás az utasok között, pluszba, hogy ugye maszkot is viselnek a járat teljes időtartalma alatt. A koronavírus következtében ugye mi is minél inkább ügyelünk arra, hogy minden biztonsági óvintézkedést betartsunk. Mi is kesztyűben, illetve maszkban dolgozunk az eljárat teljes időtartalma alatt, a gyakran érintett területeket folyamatosan fertőtlenítjük, a járat előtt is, még az első utas érkezése előtt is, illetve folyamatosan a járat alatt is. Antibakteriális szappanokat helyeztünk el a mosdókban, minden utasnak kötelezően maszkot kell viselnie, 6 éves kortól a gyermekeknek is, és nincs olyan utas, tehát ahogy az utas megérkezik a repülőgéphez, egyből ugye csak maszkban léphet föl a repülőgép fedélzetére, és ha járat időtartalma alatt esetleg levenni, akkor csak étkezés, vagy pedig italfogyasztás esetén lehetséges. Úgy gondolom, hogy minden utas, és tapasztalatom szerint is mindenki teljes mértékben együttműködő, hiszen tudják, hogy ezekkel a megszorításokkal fogjuk tudni minél hamarabb átvészelni ezt a sajnálatos időszakot, illetve ha valaki mondjuk a járat alatt megfeledkezik a maszkjáról, vagy evéshez, iváshoz leveszi, és nem rakja vissza, akkor persze természetesen megkérjük, hogy helyezze vissza a maszkot úgy, hogy az orrát és a száját megfelelően takarja. Javasoljuk ugye az utasoknak, hogy ne csak egy maszkot hozzanak egy bizonyos járatra, hanem többet esetlegesen, ha elszakadna, illetve hogy 4 óránként, tehát 4 óránál hosszabb utakra feltétlen szükséges, mivel 4 óránként cserélni kell a maszkokat ahhoz, hogy biztonságosan védjen. A fedélzeti szervizelésünkben annyi változott, hogy erényben részesítjük az érintésmentes fizetést, illetve a bankkártyákon lévő limitet 25 euróra emeltük fel, ezáltal ugye nem kell az utasnak PIN-kódot használnia. A fedélzeten eddig is olyan termékeket árultunk, amik a legszigorúbb higiéniai elvárásoknak megfeleltek, ezért ezen a részen nem kellett változtatnunk. Nagyon sok utasunk van, ugye, aki vagy kisbabával utazik, vagy kisgyerekkel. Számomra az egyik legmeghatóbb pillanat az, amikor, és ez nem csak egyszer fordult elő, akkor egy anyuka, mielőtt a mosdóba elmenne, rám bízza a kisbabáját, hogy addig vigyázzak rá, és ez egy akkora felelősség, és egy olyan nagy bizalom, ami mindig bearanyozza azt az adott napot. Vannak olyan szituációk, persze egy-egy út során, amikor nem elég a szép szó. Ilyenre is volt már példa az én karrierem során, hiszen volt olyan utas, aki nem mutatott semmilyen olyan tünetet a beszállítás során, mi ugye folyamatosan ellenőrizzük akkor is az utasokat, tehát csak olyan léphet föl a repülőgép fedélzetére, aki úgymond alkalmas a járatra, de nem vettük észre, hogy alkoholt fogyasztott a felszállás során, és hát fönt eléggé hangosan
indulatosan beszélt az egyik utastársával. Amint ezt észleltük, ugye tájékoztattuk erről a kapitányt, és visszafordultunk a repülőtérre, ahol már a hatóságok, mikor ajtót nyitottunk, várták az utast, leszállították, és tényleg elég hatékonyan és gyorsan megoldottuk ezt a szituációt, ami bizonyította az is, hogy az utasok megtapsoltak minket. Már 7 éve dolgozom a Wizz Airnél légiutas kísérőként, és másfél éve vagyok azon szerencsések egyike, akik a Wizz Air nagykövetei lehetnek. Úgymond márka nagykövetei vagyunk a cégnek, ami hatalmasnak megtiszteltetés, hiszen több ezer légiutas kísérő közül választottak ki engem is. Hiszen mi vagyunk azok, akik sajtóeseményeken, iskolai előadásokon, illetve bármilyen nagyobb eseményen, ami mérföldkő a cég életében, akik reprezentálhatjuk a céget. 2 olyan esemény volt a rengeteg közül, ami számomra nagyon emlékezetes volt. Az egyik másfél éve volt, amikor a legelső Airbus A321-es Neo-t hazahozhattuk Hamburgból, és betekinthettünk a hamburgi repülőgépgyárba is. Ott megláthattuk, hogy hogyan készülnek a repülőgépek, és egy ilyen esemény, amikor legelőször lép az ember egy vadonatúj repülőgép fedélzetére, az tényleg olyan, mint amikor egy új kocsit vásárol, tehát még minden új az illatok is. Másik ilyen emlékezetes esemény számomra, amikor 1 éve Abu Dhabiba repültünk, hogy sajtótájékoztató keretein belül bejelentsük a Wizz Air Abu Dhabi légitársaságot. Wizz Air nagykövetként az is a feladatunk, hogy speciális VIP charterjáratokon is dolgozunk. Ilyenek például, amikor sportcsapatokat külföldi mérkőzésekre vagy üzletembereket tárgyalásokra viszünk. Továbbra is az a tervem, hogy vezető légiutas kísérő legyek, ezt követően pedig oktató, mivel szenvedélyem a repülés, így még inkább ez kiteljesedne abban, hogyha taníthatnám ezt a szakmát azoknak, akik újonnan jelentkeznek hozzánk. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hamarosan ez a vírushelyzet megoldódik, és minél többet repülhetünk. Remélem, hogy hamarosan találkozunk a fedélzeten.